Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném folytatni ma a Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos igazságokat, és szeretném megosztani veletek Istennek a beszédét, hogy tehát olyan, olyan, látásunk legyen a, a visszajövetellel kapcsolatban, hogy várakozás jöjjön létre bennünk. Tudjátok, hogyha Hogyha egy kereszténynek az életében van várakozás, akkor, akkor fel fog készülni a találkozásra. Ha, ha vendéget vársz otthon, akkor felkészülsz a, a vendégnek a látogatására és előkészületeket végzel el. Ha, ha nem várunk senkit, akkor nem is készülünk semmire sem. Tehát ezért nagyon fontos. A, ezekben az időkben, hogy olyan tanításokkal is tisztában legyünk, mint Jézus Krisztusnak a második eljövetele, és amikor a második eljövetellel kapcsolatos igazságok elhangzanak, akkor ez fel fogja fokozni bennünk az előkészületeket, tehát a készültséget, és, és a hozzáállásunkban is. Lesz olyan benne, ami a, a, a tisztulással kapcsolatban, a megszentelődéssel kapcsolatban, a gyümölcsözéssel kapcsolatban fog előállni az életünkbe. És persze ez hatni fog a hitünkre is, és sokkal nagyobb, tehát sokkal hathatósabban fog működni a hitünk. Tehát ez nagyon fontos Jézus Krisztus második eljövetelével tisztában lenni. Sok keresztén csak annyit tud, hogy lesz elragadtatás, hamar, jó lenne, hogyha hamar visszajönne Jézus, de igazából tehát azok a bibliai igazságok a profétáknak a szavaival, viszont nagyon sok keresztény nincs tisztában. És a proféták azért profétáltak, azért szóltak, hogy, hogy kutassuk mi is az írásokat, hogy jöjjön létre bennünk izgalom, vágy a, a Jézus Krisztussal kapcsolatban, a személyével való találkozással kapcsolatban. Tehát nézzük meg akkor Istennek a beszédét. Azt mondja itt először az énok, tehát énokkal kapcsolatban szeretnék nektek mondani egy igazságot. Most az írásokból, tehát az Ószövetségből, és a, a profétáktól, ószövetségi profétáktól fogunk e, megnézni igazságokat, és e, következő alkalommal majd az új szövetségből is, és így látni fogjuk, hogy a teljes szentírás az ószövetség is, és az új szövetség is harmóniában van egymással, és e, ugyanarról beszél, e, ugyanazoknak az igazságoknak a betöltésével kapcsolatban. Tehát Énok Ugye aki Ádámtól a hetedik volt, ő az ő profétálásával szeretném kezdeni, és megmutatni olyan igazságokat, amik Jézus Krisztusnak a második eljövetelekor be fognak teljesedni. Júdás könyvéből fogom felolvasni, leveléből, Júdás levelének a 14. és 15. versszakát. Azt mondja itt Júdás, aki, aki énokkal kapcsolatban, aki elragadtatott Istenhez, halál nélkül került fel Istenhez a mennybe. Ő egy nagy próféta volt, nagyon nagy látása volt a, a, Jézus, tehát a, a Krisztusnak, az Isten fiának a második eljövetelével kapcsolatban. Azt mondja itt a 14. verszak, ezekről is prófétált pedig énok. Ezekről is prófétált énok. Mit olvastunk énokról a Mózes könyvében? Azt, hogy Istennel járt. Tehát nézzétek meg, hogy például a második eljövetellel kapcsolatos eh, igazságok az segíteni fognak bennünket, hogy Istennel tudjunk járni. Azt mondja, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, ezt mondta: íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Tehát mit Énok? Ok? Azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a második eljövetelekor ítéletet fog tartani. Nem egyedül fog visszajönni, hanem a feltámadott, és elragadtatott szentjeivel együtt, tehát mi velünk együtt, aki a Krisztusnak a testét, testének a tagjai vagyunk, mi velünk együtt fog visszajönni Jézus Krisztus, és azért, hogy ítéletet tartson. Tehát nagyon fontos ugye ezt is meglátni, hogy Jézus Krisztusnak az első eljövetele, az nem erről szólt. Amikor kinyitotta a, a tekercset és felolvasott Kapernaumban, akkor azt olvassuk, hogy, hogy, azt mondja, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, ugye idézett Ézsaiástól Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy, hogy egészen azt mondja, hogy hirdessem az evangéliumot, örömhírt hirdessek, gyógyítsak, szabadítsak, bekötözzem a, a, a megtört szíveket, és a többi, és akkor egyszer csak mondja, hogy, hogy hirdessem az úrnak a jókedvének az esztendejét. És itt ennél a pontnál a mondat közepén összezárta a tekercset, és azt olvassuk, hogy nem olvasta tovább Ézsaiás kijelentését, mert ugye úgy folytatódik, hogy hirdessen az úr haragjának a napját, hanem ott befejezte az első eljövetelének a célját, hogy az Úrnak a kedves esztendejét hirdessem, ahol a kegyelem időszaka, a kegyelemnek a, az idejét elindítsam. Tehát azt látjuk, hogy, hogy az első eljövetelnek a célja Isten kegyelmének a megismerése, Isten kegyelméből való részesedés, az evangélium által, az evangélium híre által az embernek a lehetősége arra, hogy döntsön és megtérjen a, a halott cselekedetektől, megtérjen a tudatlanságból, a bálványoktól, és egyéb dolgoktól, okkultizmustól, és minden egyéb dolgoktól, és döntsön Jézus Krisztus mellett. Utána azt mondja, hogy ebbe beletartozik a gyógyulás, a szabadulás démonoktól, átkoktól, és ennek a megtapasztalása, és a Isten kegyelmének az átélése és megtapasztalása. És azt mondja, hogy viszont énok azt mondja itt a, a Judás apostol, hogy azt mondja, hogy ítéletet tartson. Jézus Krisztus azért jön majd, hogy ítéletet tartson. Tehát ez a mi időnk, ez befejezésre vár ez nem sokára befejeződik a kegyelemnek az ideje és Isten előkészíti a haragnak az idejét és ebben a kettőnek a hogy mondjam a találkozása közben vagyunk hogy, hogy még tart a kegyelem napja de már fejeződik be ez a korszak és, és jönni fog az a korszak, amikor Istennek a haragja és ítélete fog megvalósulni ezen a földön. Énok már Noé ideje előtt, az özönvíz előtt bőven kapott látást és kinyilatkoztatást arra, hogy, Jézus, hogy Isten ítéletre fog jönni erre a földre, és ez nem az özönvíz ítélete lesz, hanem sok ezer szentjével, sok, sok tízezer szentjével, sok százezer szentjével jön vissza a, a, az Úr, és azért van egy célja ennek az, hogy ítéletet tartson. Tehát Jézus Krisztus második eljövetele az ebből a szempontból nem lesz olyan öröm, mint ami az első eljövetelekor tehát hozott örömöt, szabadságot, gyógyulásnak az ígéretét is, Isten kedvezésének, kegyelmének az időszakát. Ez a haragnak az időszaka lesz, az ítéletnek az időszaka lesz, a második eljövetel. És úgy folytatja tovább a Judás apostól, hogy, hogy ítéletet tartson mindenki felett. Tehát itt megint szeretném azt kihangsúlyozni, hogy itt, itt nem az a lényeg, hogy valaki hisz benne, vagy nem hisz benne, elfogadja, vagy nem fogadja el, Buthába, vagy Mohamedben hisz, vagy egyáltalán nem hisz, vagy liberális, vagy konzervatív, teljesen mindegy, milyen pozíciót tölt be, milyen végzettségei vannak, milyen van, milyen nincs, azt mondja, ítéletet tart mindenek felett és feddőzik mindazok ellen, akik közöttük istentelenek. Tehát számon fogja kérni Jézus Krisztus az embereknek az istentelenségét, amit megengedtek maguknak, és azt mondja istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek. Tehát az ítéletnek, a, a, a messiásnak, Jézus Krisztusnak az ítéletének az az első az az, hogy a cselekedetek. Nem az fogja megnézni, hogy mit szerettél volna, mit, vagyis mit akarnak az emberek, mit szeretnének, mit óhajtanak, hogyan szeretnének valamit csinálni, hanem mit tettek a cselekedetek minden cselekedetért azt is, amit már elfelejtettek, elfelejtettünk, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyeket az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Tehát itt nyilván nézzétek meg, hogy istentelen emberekkel kapcsolatban, istentelen bűnösökről beszél, tehát azt mondjuk, hogy nem rólunk beszél az ige. De viszont szeretném nektek kiemelni, hogy itt az ítéletnek az alapelveit látjuk, az Isten ítéletének, akár a Krisztus ítélő széke előtt való megjelenésünk, akár az Isten elé való állásunk, akár mikor megnyilvánul ez az ítélet, mindig a cselekedetek és mindig a beszédek az alap, alapján fog ítélni Isten és bennünket is, amikor a Krisztus ítélő széke elé állunk, akkor ugyanez a kettő fog érvényes lenni ránk is, hogy mit cselekedtünk, és mit beszéltünk. Tehát mit kommunikáltunk, inkább így mondom. Mert azért, mert itt nem csak az lesz, hogy mi jött ki a szánkon, hanem milyen bejegyzéseket írtunk az interneten. Ugye ezt, ezt sokat beszéltem erről nektek, hogy, hogy minden blogbejegyzés, minden névtelen, anonim beírás, káromkodás, lehet, hogy a nyelveddel nem káromkodsz, de leírod egy szaftos viccet, vagy valamit leírsz az interneten, anonimmen, vagy más néven, ez ugyanúgy számon kér Isten minden online digitális tevékenységedet is számon fogja kérni. Ezek is cselekedetek. És azt látjuk, hogy ezek, ez a két dolog a cselekedetek és a kommunikációja az embernek meg lesz ítélve. És ezért jön vissza a názáreti Jézus, hogy nem, nem csak, hogy megalapítsa az ezer éves királyságát, hanem azért, hogy ítéletet tartson. Nézzük meg a második profétát, Ézsaiás profétát, hogy ő mit mond a visszajövetellel, vagyis a második eljövetellel kapcsolatban. Ézsajás 13, és a hatodik verszaktól fogom felolvasni a 11. verszakig. Isten igéjét. Azt mondja, Jajgassatok, mert közel van az Úrnak a napja. Mint pusztító hatalom jön a minden hatótól. Látjátok, hogy ez már nem az az üzenet, ami az első eljövetelnek az üzenete, hogy meggyógyítlak, kegyelmet adok, meg, 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 megszabadítalak, begyógyítom a szívedet, kedves, tehát az úrnak a, a jubileumát hirdettem nektek. Tehát nem ez az üzenet, hanem a, a soron következő esemény, ami lesz majd az ütv történelemben, Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban az azt mondja, hogy közel van ez a nap, és a pusztító hatalom jön. Tehát nem építő hatalom jön, hanem pusztító hatalom jön a világra, a minden hatótól. Sokan azt mondják, hogy már megérett ez a világa arra, hogy, hogy a pusztulásra megdöbbentő, hogy, hogy az emberekben is, ahogy látják a, az állapotát a világnak, hogy, 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 megérett ez a világ arra, hogy, hogy, hogy valami leromboló, lerombolja, és valami újat és jobbat építsen föl Isten. Hetedik verszak azt mondja, ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek a szíve. Tehát itt, aki hetvenkedik, meg mindenféle dolgokat csinál, azt mondja, ettől a naptól a legerősebb embereknek, a leghatalmasabb embereknek, a szíve is, a leggazdagabb embereknek, a szíve is, akik bíznak testben, vagyonban, vagy bármi másban, azt mondja, meg fog olvadni ettől a naptól. És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony, egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul. Tehát megdöbbentő, hogy ez a nap, amikor eljön a Mindenható Istentől, akkor ez nem az épül, épülésnek a napja lesz, hanem a pusztulásnak. De, de neked és nekem, és aki. Aki hallja ezeket az üzeneteket és dönt és tud jól dönteni, és Jézus Krisztus mellett tud dönteni, akkor ez ettől a naptól megmenekülhetsz. Azt mondja Isten igéje hogy higgy, higgyél te, és, és megtartatik a családod is veled együtt. Tehát meg tudod menteni, nem csak magadat, hanem meg tudod menteni a családodat, a házad népét, gyermekeidet, unokáidat, és meg tudod tartani ettől a naptól a családodat is, a barátaidat is, rokonaidat is. És nagyon fontos ezt látni, mert, mert nem, tehát nem ö, olyan üzenetet akarok neked mondani, hogy kész vége, mindennek vége lesz, apátiába essünk, depresszióba, Vége mindennek, hanem tudd meg, hogy azon a napon, amikor ez beteljesedik, te nem itt leszel a Földön, ha jól döntesz, hanem te és a házad népe az azokkal együtt, azokkal a szentekkel együtt jövünk vissza, akik Jézus Krisztussal vagyunk ott, és, és jövünk vissza a Földre a, a feltámadás és az elragadtatás után. Tehát ne, ne éld át azt, ami Isten, amit Isten nem neked tervez, hanem amit, amit a istentelen bűnösöknek, istentelen gonosz embereknek tervez, azt, azt te neved magadra. Ha te elfogadtad Jézus Krisztust megváltónak, akkor Istenek a kegyelmével találkozol, Istenek a jóságával és ezért azt olvassuk, hogy azt mondja Pálapostól a Róma levélben, hogy, hogy, most itt ebben az időszakban azt mondja, Isten jósága nem megtérésre indít bennünket? Hogy Isten jósága nem azt okozza, hogy az ember egy, egy pozitív választ és üzenetet adjon Istennek, mielőtt a haragnak az ideje elkezdődne. Tehát most van Istennek a béke ajánlata az életünkben. És ahogy beszéltem nektek kedden is, hogy Síló, akiről profétált Jákob a fiának, fiainak és Júda, Júdának, hogy a síló, a békesség szerző, a békesség követe eljött, eljött 2000 évvel ezelőtt hogy közvetítse Istennek a békességét és béke szándékát, és, és a harc előtt egy béke ajánlatot, a harag kitöltése előtt egy béke ajánlatot te üzent Isten. Jézus Krisztuson keresztül, és most rajtunk keresztül is. És lehet dönteni, lehet választani, Istennek a jósága megtérésre indít bennünket. És azt úgy folytatja tovább Ézsajás próféta 9. verszakban, Íme az Úrnak napja jön kegyetlen búsulással, tehát már nem a kegyel, kegyelem, hanem azt mondja kegyetlen búsulással, és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztaságát tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják a fényüket. Sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. Tehát ez akkor lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön. Akkor képzeljétek el, hogy azt mondja egy másik helyen Ézsajász próféta, hogy, hogy Jézus a, a napnak a legnagyobb erejével sugárzik a dicsősége. Fénylik, sok ezer szentje vele sok tízezer szentje ővele, sok százezer, sok millió szentje ővele jön vissza. És a dicsőség sugározni fog, olyan fényözön lesz, villámlás lesz, erő a természet ereje eh, fog eh, eh, tehát, tehát, eh, működni úgy, hogy amit nem tapasztaltak eddig az emberek, senki az egész világon, azt olvassuk, azt mondja Ézsaiás, a nap vissza fogja a fényét fogni. Tehát ez hatással lesz Jézus visszajövetele a napnak a működésére, fényességére. El fog sötétedni. A hold nem fog úgy fény lenni, a napnak a visszatükröződése. Nem fog a holdon ez a világosság lenni, visszatükröződés. Ez akkor fog megtörténni. Amikor ez a nap el fog jönni az Úrnak a napja, és a visszajövetel. Ez, egy, ez a természet feletti esemény. Ez be, be, be fog torkolni ide a természetes világba, és a természetes dolgok, égitestek, természetnek a, a működése meg fog változni. Másképp fog működni minden. És azt mondja, meglátogatom a Földön a bűnt. Tehát eljön a számadásnak a napja, és ez nem az utolsó ítélet lesz, hanem ez a Földön történő ítélet, a nemzetek ítélete, és azt mondja, a gonoszokon a védküket, és megszüntetem az Istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Tehát az ateizmusnak, a materializmusnak a kevésségét, az erőszakoskodó gőgjét, azt mondja, hogy meg fogja alázni Isten, mert mindenki látni fogja, hogy van természet fölötti világ, hogy Jézus Krisztus él, visszajött, és most uralkodni fog, felállítja az ezer éves királyságát a Földön. Nézzük meg a harmadik profétát. Én Malakiásról szeretnék most nektek beszélni, és egy érdekes dologról, amiről amit prófétált előre, ez a Malakiás négytől, most negyedik fejezete, a harmadik verszaktól. Azt mondja Isten igéje, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, ezt mondja a seregeknek az Ura. Látjátok, hogy ez összefügg, azzal, hogy az istentelenek kevésségét, az erőszakoskodó gőgjét megalázza Isten, amiről beszélt Ézsajás próféta, és összefügg azzal, hogy meglátogatja Isten a földön a bűnt, és a gonoszokon a vétküket. És azt mondja itt, hogy, hogy ti is ebbe benne lesztek. Tehát nem csak a, a messiás lesz ebben benne, hanem azt mondja, ti is széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon. Azon a napon. Amit, amit, az Úr szerez. És nézzétek meg, hogy itt két embert, nem véletlen, hogy két óriási, szel, tehát egy, egy, szellemi, két szellemi óriást mond el név szerint Malakiás, a Mózest és az Illést. Mert azokon a napokon, mielőtt ez megtörténne, meg kell jelenni két embernek Izraelben, akik a Mózesnek és az élésnek a kenetével fognak működni, profétálni és csodákat tenni, és ezzel ellenállni az Antikrisztusnak és a hamis profétának, akik akkor el fogják hitetni az egész világot, minden nemzetet, és a hitetésük miatt akkor majd fel fogják venni az emberek a bélyeget. Ami, ami, amivel adni, venni tudnak majd, és, és, itt hadd mondjam el nektek, hogy itt nem, nem, egy, nem, csak egy, vagyis nem lehet tudni most még, hogy ez most egy csíp, vagy mi lesz, amit beültetnek, vagy valahogy megváltoztatja az embernek a genetikáját, de ott azt mondja Isten igéje a jelenések könyvében, hogy itt nem csak valaminek a felvételéről van szó, ez most csak azért mondom, hogy az oltással kapcsolatban, hogy nem kell, ez, ez, nem, ez nem az, tehát ez az oltás nem az, amiről a Jelenések ö, ö, könyve beszél, mert ott azt is olvassuk, hogy ott, ott imádni kell a fenevadat. Tehát ott dönteni kell az embereknek, hogy, hogy egy imádásba, egy, egy ö, ö, sátán imádásba, vagy egy antikrisztus imádásba, vallásosságba vezetik be az embereket, és most ezt még nem lehet látni, hogy, hogy, az emberek inkább óckodnak a vallástól, pláne a nyugati társadalmak, azok óckodnak, sőt ellene állnak. És ez azt mutatja, hogy, hogy ez az oltás nem az. Úgyhogy ettől ne, ne gondold azt, hogy most, most, az Antikrisztusnak a bélyegével oltod be magad. Tehát ne, ne legyünk tehát ostobák. Tehát azt mondja Malakiás próféta a negyedik és az ötödik verszakban, emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő által a Hóreben, az egész Izraelnek rendeltet, rendeletének és ítéletének. ítéletének. Ötödik verszak, és én elküldöm nektek illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Látjátok, hogy mi történik? Hogy mielőtt eljönne az úrnak a visszajövetele, előtte egy. Ugye ezt majd mindjárt megnézem veletek a jelenések könyvébe, de meg kell jelennie a Mózesnek és az Ilésnek a kenetének, szellemének, és, és működnie kell ebben a világban, mielőtt eljönne ez a nap, az úrnak nagy és félelmetes napja. És azt mondja, hogy, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyához, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. Tehát látod, az eljövetelről beszél. El fog jönni, és ennek a két nagy hatású embernek, profétának, akik illés és Mózes kenetével fognak szolgálni, azoknak olyan hatásuk lesz, hogy az atyáknak a szívét a fiakhoz fordítja az Úr, a fiaknak a szívét az atyákhoz, és egy Izraelben egy nemzeti ébredésre fog sor kerülni, és, és ez ki fog hatni nyilván az egész világra, földre is. És örülünk, azt olvassuk, tehát ezzel összefüggésben a jelenések könyvének a 11. A harmadik verszaktól azt olvasjuk, hogy azt mondja Isten, hogy adom az én két tanú látod ezért mondtam, hogy két emberről van szó, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az Antikrisztus működésbe lép, és ugye ez egy kódnév az, hogy Antikrisztus, meg hamis proféta, tehát a Bibliában, ezek ez a két gonosz, gonosz ember, vagy, vagy, sátáni ember igazából, akik, akik, a sátánnak az erejével és hamisságával, hitetésével fognak eljönni, azért, hogy bevezessék az emberiséget a sátáni mádatba. mert ugye neki ez a célja, ő ezért lázadt föl Isten ellen, amikor majd egyszer fogok erről is beszélni, de ő ezért lázadt fel, mert azt mondta, hogy, hogy, én olyan akarok lenni, mint Isten, azt mondta a sátán. Vagyis akkor még Lucifer. És ezt várta el Jézustól is, hogy Jézus minden hatalmat, minden gazdagságot, minden javat megkapsz itt a földön, ha leborulsz és imádsz engem. És igazából ez a kívánása, ez a vágya fog beteljesedni, a, a, nagy nyomorúság idejében, amikor az emberiség a hamis próféta és az antikrisztus hatása és hitetése által bekerül ebbe a sátán imádatba. De nyilván nem az lesz, hogy sátán imádat, meg ilyenek, majd meg lesz annak is a útja, módja, hogy ezt hogy lehet kommunikálni. Mert ha most azt mondanád, hogy sátán imádat, akkor minden, tehát nagyon sok embernek a, a, tehát, vi, vi, tehát egy kicsit olyan, nem hogy egy kicsit, hanem megborsózik a háta is, hogy, hogy most fú ilyenbe, ne, nem is ilyenbe biztos nem kéne benne lenni. Tehát a kommunikáció meg lesz. Ez a hamis profétának a feladata lesz, hogy úgy kommunikálja a sátán imádást, hogy ez egy nagyon jó dolog, és semmi gond nem lesz ezzel. De, de visszatérve, akkor fog működni ez a két tanúbizonyság, akiről akiről itt a jelenések könyvének a 11. fejezetében van szó. És azt mondja, hogy ez az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állnak. Most nem akarok belemenni, Zakariás proféta beszél róluk a könyvében. És azt mondja, hogy ha valaki akar neki kártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar neki kártani, úgy kell annak megöletnie. Látjátok, azért mondtam, hogy az illésnek a kenetével, mert ilyet illés proféta tett meg, amikor jöttek őt kétszer is elfogni, és nem tudták elfogni, mert a szavára, illés proféta szavára tűzszállt le az égből, és megemésztette azokat a katonákat, akik le akarták tartóztatni és utána azt mondja itt a hatodik verszak, hogy, hogy ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen. Látjátok, megismétlődik az illésnek a kenete, rászáll ezekre az emberekre, és ezek is azt fogják mondani, hogy, hogy ne legyen eső addig, ameddig ők nem szólnak. És, és nem lesz eső addig. Tehát az illésnek a kenete nyilvánul meg. És azt mondja utána, hogy hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák. Látjátok, ez meg a Mózesnek a kenete. Hogy, hogy amikor a Egyiptomra lesújtott Isten, és az első jelek között volt az, hogy a, a, Mózes a botját felemelte, megcsapta a Nílusnak a vizét, és a vizek nem csak a Nílusban, de az egész Egyiptom földjén véré változtak. És ugyanez fog megtörténni ott, akkor, és ezek jelek lesznek, ez a Mózesnek a kenete, és Illés profétának a kenete működni fog. És azt mondja, megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Gondold el, hogy, hogy Isten előkészíti ezt a, a büntető ítéleteket, ez még ne, csak nem is a messiásnak az ítélete lesz, hanem előkészíti elő ez a két proféta az ítéletet csapásokkal, ahányszor csak ők akarják. Utána azt mondja Isten igéje, és mikor elvégeztetik az ő bizonság tételüket, a mélységből feljövő fenevad, tehát az Antikrisztus kód nevű valaki hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Tehát, és utána mondja az Isten igéje tovább, hogy, hogy három nappal ezután fel fognak támadni, és nem akarják őket, tehát, tehát amikor megölték őket, direkt nem, akarták el, nem akarják eltemetni őket, hogy mindenki örüljön azon, hogy vége a csapásnak, megúsztuk ezt az egészet, nem kell megtérnünk, folytathatjuk tovább a dolgunkat, és mindenhol közvetítik ezeknek az emberek, minden hírcsatorna, internet, online adások közvetítik, hogy ezek a holtestek ott vannak Jeruzsálem utcáin. És, és azt olvassuk, hogy három nap után mindenki megdöbbenésére fel fognak támadni ezek az emberek, ez a két tanú bizonság, és mindenki szeme láttára a hírcsatornáknak a kamerái előtt ezek az emberek elragadtatnak a mennybe, és, és befej, tehát így, így ér véget a szolgálatuk. Tehát nem, nem ö, ö, verességgel, hanem győzelemmel fog véget érni. És ebben a pillanatban, amikor elragadtatnak, akkor nagyon nagy földrengés lesz a Földön, és össze fognak omlani épületek, házak, és, a, és emberi életeket is fog ez követelni. Ugye erről beszél a jelenések könyvének a 11. fejezete. Tehát látjuk azt a Malakiás profétától, hogy mielőtt eljönne az Úrnak a nagy napja, a haragnak a napja, ahol, ahol, pusztító hatalom jön, akkor meg kell majd jelennie ott, akkor közvet majd előtte meg kell jelennie ennek a két nagy hatású tanúbizonságnak, akik Mózesnek és Illésnek a kenetével fognak szolgálni. Nézzük meg egy következő profétát, hogy ő mit jelent ki ezzel kapcsolatban, ezen a, a, ezzel a nappal, ezzel a visszajövet, ezzel az eljövetellel, második eljövetellel kapcsolatban, a Nahum profétát. Ő arról beszél, tehát folytatja tovább, amiről amiről Zakariás proféta szólt, ugye múlt, múltkor, múlt bejelentkezéskor, mondtam nektek, hogy az olajfák hegyére teszi a lábait. És innentől kezdve elkezd egy földrajzi átrendeződés történni, ketté szakad a hegy, völgy keletkezik ott, és, és nem csak ez történik, tehát, tehát, ott azon a helyen, hanem azt olvassuk, hogy folyóvíz fog, egy patak fog Jeruzsálembe a templom hegytől elindulni, és, és egy nagy folyóvá lesz az életnek a folyója, két felé fog menni a földközi tengerhez is. De amiről most akarok beszélni a Náhum profétával kapcsolatban, azt mondja Náhum, hogy ez a, visszajöv, ez a eljövetel, a második eljövetel, tehát Jézus Krisztusnak a visszajövetele, földrajzi átrendeződéseket fog okozni a földön. Azt mondja az első fejezet 5. és 6. verszakában. A hegyek reszketnek előtte. Tehát amikor visszajön Jézus Krisztus a sok százezer, sok millió szentjével, akkor, akkor nem csak az olajfák hegyével fog valami történni, hanem azt olvassuk, hogy a hegységek rázkódni, remegni fognak Európában, Ázsiában, Afrikában. Amerikai kontinensen, mindenhol a hegységek remegni fognak, rázkódni fognak, olyan jelenség lesz. Utána azt mondja, a halmok szétmálanak. Itt azt mondja az eredeti, hogy nem szétmálásról van szó, hanem azt mondja, elfolyik, olvad. Tehát megolvadnak szilárd anyagok fognak megolvadni. Ezt is jelenti ez a szó, hogy elolvaszt, megolvaszt. Tehát ilyet okoz a dicsőség, ahogy belép a, a, a mennyből, a názáreti Jézusnak a dicsősége, a dicsőséges úr. Ez a dicsőség, ahogy hatni fog. Ez az, a szilárd anyagokat olvasztani fogja. Másképp fog a dicsőség hatására, másképp fog viselkedni a fizikai anyag, mint ahogy mi megszoktuk. Most csak azért szoktuk így meg, hogy így működik ez a világ, mert nincs itt Istenek a dicsősége. De amikor eljön Istenek a dicsősége, akkor a fizikai anyag meg fogja változtatni a tulajdonságait, és olyan viselkedése lesz, amit nem szoktunk meg tőle, amit nem tanultunk a fizikában, a kémiában, amit nem szoktunk meg, nem láttuk, nem tapasztaltuk. Tehát ilyet fog okozni a dicsőség. Hát nézzétek meg, hát ez, ez most mondok ilyet, hát ez nem olyan nagy dolog, hát nézzétek, most hát nagy dolog, de de nézzétek meg, hogy ez nem mese. Hát amikor Mózes találkozott Istennek a dicsőségével, kétszer, negyven napon keresztül, folyamatosan ott volt, éjjel és nappal, az Isten dicsőségében, a Mózesnek a fizikai teste, Megváltozott. Gondoljátok el, kétszer negyven napot nem evett, nem ivott. Ebbe bele lehet ne halni. Ennél sokkal kevesebb éhen lehet halni, meg szomjan lehet halni. Mózes nem halt meg. Kétszer negyven napon keresztül, 80 nap és nyolcvan éjjelen keresztül ott volt az Isten dicsőségébe, és az a dicsőség életben tartotta az embert. Az embernek a testét. Sőt, nem úgy csak életbe tartotta, és ezek a szükségek nem működtek, hanem ráadásul ez, ez, a, a, ez a test, az arca átvette az Istennek a dicsőségét és fényét. Másképp működött. Hát azóta se tudják az orvosok vagy bárki bebizonyítani, hogy mi van az ember arcába, bőrébe, vagy, vagy ott alatta, amitől sugározni tud amitől fény úgy viselkedik, mint egy lámpa, vagy egy, egy, egy ízó, hogy, hogy, jön a fény belőle. Mitől? Hát nincs olyan anyag bennünk. Mégis az Istennek a dicsőségét vissza tudjuk sugározni, mert ilyet tud az embernek a teste alkalmas rá, de most nincs itt Istennek a dicsősége, ezért nem viselkedik így. Tehát ezért ezért például így lehet megérteni azt is, hogy amikor például az Édenkerben, Ádám és Éva találkozott Istennel, és részesedtek ebből a dicsőségből, mert akkor itt volt Istennek a dicsősége. Akkor nem hagyta el az Istennek a dicsősége a földet. Azt a bűnbeesés után vonult ki, és, és vitte el Isten a dicsőségét a földről, de addig nem. Addig itt volt a Földön, másképp működött az anyag is akkor, a Föld is, a földi dolgok másképp működtek, és ezért olvassuk azt, hogy nem vették észre, hogy mesztelenek, nem volt ruhájuk. Miért? Mert a dicsőség, az fény, fény, lettek, tehát, tehát jött ki, sugározták a fényt, és ezért nem látták azt, hogy ők mesztelenek. De amikor bűnbeestek, és az Istennek a dicsőség abban a pillanatban elhagyta őket, rögtön látták, hogy huha, mi van velünk? Hát ez mi nem így néztünk ki? Vagy nem ezt láttuk magunkról? Mert fény. Tehát ő, ők Istennek a dicsőségét sugározták vissza itt a fizikai világban. Itt a Földön, a Föld bolygón, ők az Istennek a dicsőségét sugározták. Tehát ezt csak egy megjegyzésbe szerettem volna mondani, de látjátok, itt az ezért viselkedik így az anyag, amikor visszajön a, a, a a megdicsőült Jézus Krisztus, az ő megdicsőült szentjeivel velünk, mert, mert a dicsőség miatt másképp fog működni a Földnek a fizikája, az anyagnak a fizikája másképp fog működni. És azt mondja, tekintetétől megrendül a Föld. A világ és minden, ami rajta él, a tekintetétől, csak az, hogy ránéz. Erre a világra, ránéz a Földre, ránéz arra, ami rajta van, ez azt mondja, hogy megrendül az egész. Tehát, tehát a tekintete ilyet okoz. Ilyen, ami, tehát ilyen a megdicsőlt Jézus Krisztus. Óriási nagy erő, óriási nagy dinamizmus, óriási nagy hatalom, óriási nagy energia bomba. az amit ő le fog idehozni. Most másképp nem tudom most ezt mondani. De hatodik verszak, nézétek meg, hogy amikor viszont lejön, és, és, és e, a tekintetétől, a jelenlététől, a dicsőségétől így viselkedik minden, azt olvassuk a hatodik versszakban, ki állhat meg a haragja előtt? Ki bírhatná ki búsulásának tüzét? A heve szétfolyik, mint a láng, tehát mint a vulkánoknál, és azt mondja, a kőszálak is szétporladnak előtte. Tehát még a kőszálak, a kősziklák szétporladnak. És látjátok, hogy nézd meg, hogy, hogy ezt a három, nézd meg, hogy, hogy ezt a napot, a visszajövetelt három, három dologgal érzelmi állapottal, vagy hogy mondjam, nem érzelmi állapot, de indulattal, írja le a Nahum proféta. Azt mondja, a haragja előtt kiállhat meg. Ugye itt, itt a haragaba van egy felháborodottság, egy ingerültség. Tehát ebbe azt mondja, kiállhat meg, mert ilyen ingerülten fog. Tehát nem úgy fog jönni Jézus, mint az első eljövetelekor, hogy, hogy azt mondja, mielőtt a világba bejövetelekor bejön, ugye a zsidókhoz írt levél, azt mondja, hogy, hogy itt vagyok, hogy cselekedjem Isten a te akaratodat, és hogy, hogy azért adtál nekem testet és vért, hogy, hogy cselekedjem a te akaratodat, hogy ezt ezt ö, ö, áldozatul tudjam adni az emberekért, és megváltsa őket. Itt nem ez az indulat lesz. Mert ott azt olvasjuk erről az indulatról, amiről a Filippi levélben Pálapostól azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami, Jéz, ami Krisztus Jézusban volt. Tehát az alázatnak, a szelítségnek, meg ezeknek a dolgoknak az indulata. De a második eljövetelnél már nem, nem, ez a, nem ezzel fognak találkozni az emberek, hanem nézd meg, mit mond. A haragja előtt kiállhat meg. Tehát egy ingerült, felháborodott, tehát amikor a, a sportolók, a boxolók a, az előtte ugye fel, felpörgetik magukat, hogy hogy tudjanak küzdeni, vagy hogy egy bizonyos hozzáállásuk legyen, mert nem úgy szállnak be a ringbe a boxolók, hogy ú, de nagyon szeretlek téged, és bocs, hogyha megütlek. Tehát, e, hanem úgy, hogy akkor most itt, kőkeményen, e, e, tehát verés lesz. Na, ezzel az indulattal jön a názáreti Jézus. Ezért őt tényleg ne úgy képzeljétek el, mint amit a... a van, amikor amikor a keresztények eltolják, túltolják a kegyelmet, és azt hiszik, hogy Jézus Krisztus egy ilyen, ilyen, ilyen szuper szeretet, szuper ö, 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 ilyen ajándékozó, ilyen univerzális Mikulás, aki, aki csak, csak azért van, hogy szeressen bennünket, ö, csak ö, mindenféle jót akar, persze akar mindenféle jót. De azt is látnunk kell, hogy ez nem egy másik Jézus Krisztus, akiről beszélek, hanem ez ugyanaz a Jézus Krisztus, aki most, a kegyelem idejében felajánlotta a, a, a segítségét nekünk, embereknek, hogy helyreállítsa az emberiséget az Istennel való kapcsolatában. És azt mondja utána a Nahum proféta, hogy ki bírhatná ki a búsulásának a tüzét. És itt megint az van, hogy harag-düh. Tehát a dühének, tehát a, a haragjának a tüze. Tehát, tehát az kibírhatja ki. Utána azt mondja a heve, tehát, tehát amilyen hevessége van, azt mondja szétömlik. Tehát ez is egy felgerjedés, indulat, méreg, düh, ilyeneket jelent ez a, ez a kifejezés. Tehát látjátok, hogy. hogy hogy ez nem az ajándékozásnak a visszajövetele lesz, hanem a haragnak, az ítéletnek és az Isten uralmának az ezeréves felállítása lesz itt a földön, egy új birodalmi alapra építi föl Jézus Krisztus az újat, az Isten országának, a, a fizikai, a földi, politikai, gazdasági és minden más területre vonatkozó uralmát, úgy, úgy, építi fel, hogy, hogy, totálisan lerombolja azt, amit addig, amiben az emberiség beletorkolt, hogy a végén egy antikrisztusi uralomba és egy sátán imádás után rendet fog tenni itt a Földön. És, és végül is erről van itt szó, hogy fizikailag is megváltoznak a hegyek, megolvadnak, megemelkednek halmok, a hegyek leomlanak, szétporladnak, ahogy itt mondja, a kősziklát szép, szétporladnak előtte. Tehát látszik, hogy itt egy földrajzi átrendeződés is fog történni, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, és le fogja tenni a lábát az olajfák hegyére. És még, euh, még egy profétát, vagy talán kettő, ha belefér, de még a Mikás prófétáról hadd beszéljek nektek. Itt azt mondja a Mikás proféta a második fejezetben, a 12. és 13. verszakában, azt mondja, hogy mindenestől egybe gyűjtelek téged, Jákob, összetakarítom Izrael maradékát, összegyűjtöm őket, mint a bocrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé, hemzsegnek majd az ember sokaság miatt. Tehát mindenképpen az Izraelnek az összegyűjtése meg fog történni Jézus Krisztus második eljövetele előtt. És azt mondja itt, hogy 13. verszak, és előttük megy fel az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun, és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr. Tehát látjátok, hogy, hogy egy nagyon nagy e, e, Izrael nemzetének, egy nagyon nagy egysége, szellemi helyreállítása, fizikai helyreállítása is meg fog történni, mielőtt ez a nap eljönne, és amikor pedig eljön, akkor ő lesz a királyuk, és azt olvassuk, hogy a élükön megy az Úr, tehát a, a, vezető, Izrael nemzetének a vezetője az a názareti Jézus Krisztus lesz. És ezt, ez, ez meg fog valósulni, tehát először az összegyűjtés és a helyreállás, ebből a szempontból a fizikai helyreállás, és utána fog jönni Izrael nemzetének a szellemi helyreállása is. És amikor ez megtörténik, akkor az élükön a király lesz az Úr, és és előttük megy a királyuk, és élük, é, élükön az úr. És utána Mikás egy nagyon érdekes dolgot mond a negyedik fejezetben, az első három versszakban. Azt mondja, hogy, és lesz, az utolsó időben az úrházának a hegye, a hegyek fölé helyeztetik, és felül emelkedik az a halmokon, és népek, özönlenek rá. És a pogányok is sokan mennek, tehát a nemzetek, sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, a Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tesz, és megfed erős nemzeteket, nagy, messze földik, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlukká, nép-népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. Tehát mit mond itt Mikéás? Az, hogy Jézus Krisztus fel fogja állítani az ezer éves királyságát, és Jeruzsálemben a, Cion, a Sionnak a hegyén fog uralkodni, és azt olvassuk, hogy a nemzetek, oda fognak menni, és mondják egymásnak a miniszterelnökök, különböző nemzeteknek a miniszterelnökei, elnökei, miniszterei és, és gazdasági vezetői, gyertek, menjünk, hallgassuk az Úr tanítását. Tehát tanítani fog az Úr, és nézzétek meg, hogy milyen érdekes ez, megdöbbentő egyébként, szinte megismétlődik olyan, mint az Izrael fiainak az esetében a pusztában, amikor Előző nap még, még azt mondják, hogy, hogy íme a te Isteneid, amikor ugye az a, az aranyborjukat és, és előtte pedig még, még ott uh, Isten megszólal uh, a, a hegyen és, és, uh, és a saját hangjával mondja el a tíz parancsolatot. Tehát megdöbbentő az embereknek ez a, ez a, ez a gyors változása. És itt is ez történik, hogy a nemzeteket belesz, ugye előtte, mielőtt Jézus visszajön, amit mondtam nektek, hogy az Antikrisztus, a hamis próféta beviszi sátán imádatba, visszajön Jézus, és egyszer csak, Egyszer csak az történik, hogy ezek a nemzetek felocsúdnak, nyilván akkor már sátán ezer évre be lesz vetve a mélységbe, megkötözve, de de megdöbbentő, hogy egyszer csak azt mondják, most akkor menjünk, az Úr tanítson bennünket, adjon Isten ismeretet nekünk, és, és hallgassunk rá, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Tehát az ensz is a központja Jeruzsálemben lesz, és, és onnan, onnan, lesz az Úr beszéde és a törvény kijöve ki a, a nemzetekre. És nézzétek meg, mi történik hogy a, azt mondja, elkezdődik a nemzetek ítélete, amiről beszél ugye Jézus is a Máté evangéliumának a 25. fejezetében, a juhoknak és a kecskéknek az ítélete, de azt mondja itt Mikeás, sok nép között ítéletet tesz, tehát amikor visszajön, és megfed erős nemzeteket. Tehát nemzeteknek az ítéletére fog sor kerülni, és utána azt mondja, hogy utána pedig a hadi, hadi ipar, a fegyveripar is át fog alakulni, és azt mondja, hogy a fegyvereket mezőgazdasági eszközöknek fogják átalakítani és használni. Tehát amit most befektetnek a nemzetek a hadi iparba, fegyverkezésbe, meg egyéb dolgokba, ilyen dolgokba, az, az, az a sok technológiai, Előre haladás, az a mezőgazdaságot fogja majd szolgálni, és sarlókká, kapákká kovácsolják, nép népre fegyvert nem emel, hadakozás többé nem tanulnak. Tehát abban az időben nem lesznek majd, most még kell, de majd ott az ezer éves királyságban nem, nem, lesz, nem lesznek ilyen oktatási központok sem, ahol, ahol a, a hadászatot így tanulják. Na tehát, még egyet azért befejezésül a Jeremiás profétáról hadd a profétától hadd nektek, és ezzel szeretném akkor befejezni a második eljövetellel kapcsolatos ószövetségi proféciákat, és ennél van sokkal több is, csak én egy párat emelek ki nektek. Ez a Jeremiás profétának a 25 fejezetében van a könyvének, a 25. fejezetének, a 30. verszakától. Azt mondja itt Isten igéje. Te pedig profétáld meg nekik mind ezeket a szókat. Mondja, és ezt mond nekik. Az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög. Harsangva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlő taposók e föld minden lakosa ellen. Majd meg fogjuk nézni a jelenések könyvében, hogy tényleg ez, ezzel a képpel illusztrálja János Apostol a visszatérő messiást, hogy szőlő taposóhoz hasonlítja, hogy taposni fog a nemzeteken, és ítéletet fog hirdetni a föld minden lakosa ellen. Azt mondja, elhat ez a harsogás a földnek a végére, mert pere van az úrnak a nemzetekkel, a pogányokkal. Ő minden testnek ítélő bírája. A hitetleneket fegyvere, fegyverre veti, azt mondja az úr. Így szól a seregek ura, éme veszedelem indul egyik nemzetről a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. Látjátok, megint a nemzetek ítéletéről van szó. Tehát megint a juhoknak és a kecskéknek az ítéletéről. Most ebben nem szeretnék belemenni, hanem a 33. verszak azt mondja, és azon a napon az úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a másik végéig, nem sirattatnak meg, összesen hordatnak, el sem temettetnek, olyanok lesznek a földszínén, mint a gonéi, Tehát nyilván itt a, az Antikrisztusnak a seregével van kapcsolatban ez, akik megtámadják majd, amikor jön vissza a, a messiás, megtámadja majd ez a sereg, ez a sok-sok-sok-sok, ezer, tízezer, százezer, milliós nagyságú sereg, úgy gondolják, hogy meg tudják támadni, a dicsőséges Jézus Krisztust, és ellene tudnak állni. És erre azt mondja, hogy ott akkor levágattatnak, a jelenések könyve ezt úgy mondja, hogy a szájának a kardjától, levá tehát az, az egész uh, sereg, az egész hadsereg le lesz vágatva, és ott fognak feküdni a holtesteik a, a, a föld színén, és így indul el a nemzetek ítélete, és így, így kezdődik el az ezer éves királyság. A jelenések könyve ezt úgy mondja el nekünk, hogy csak hadd mutassam meg nektek ezt, mert ez egy nagyon érdekes, a 19. fejezetben azt mondja János Apostol, láttam, hogy a megnyílt az ég, és aki a fehér lovon jön, azt mondja, aki azon ül, hivatik, hűnek és igaznak, Ugye őről a azt, hogy az Isten igéje van ráírva. Tehát ez a názareti Jézus. Csak megdicsőlt. Hát nem csak, hanem ez nagyon jó. És azt mondja, a szemei olyanok, mint a tűzláng. Látjátok, ezért olvadnak el, az anyag ezért alakul át, mert tűzláng. Fején sok korona van, a neve fel van írva, vérel van hintve a ruhája. A neve Isten igének neveztetik. Mennyei seregek követik őt fehér lovakon. Azt mondja, szájából éles kard jön ki, azzal verje a pogányokat, ugye a nemzeteket, és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel, és nyomja a mindenható Isten haragjának, a hevének, a borsajtóját. Tehát miről van itt szó? Az, hogy ez teljesen összefügg a profétáknak az előre megmondásával, jövendőlésével, hogy hogy ítéletre fog eljönni a, a második eljövetelekor Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy ekkor fog megtörténni, hogy, hogy a nemzeteket a szájából levő éles kard meg fogja verni. Azt mondja, ekkor fog az is megtörténni, hogy egy hatalmas angyal a 17. versszakban, azt mondja egy hatalmas angyal, aki állt a napban, kiáltott nagy szóval, és azt mondta a madaraknak, amelyek repdestek, hogy gyertek, azt mondja, gyertek, gyűjjetek egybe az Istennek a nagy vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, a vezérek húsát, a hatalmasok húsát, a lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyeket és nagyokét, tehát, hogy, hogy egyék a holtesteket. Látod, amiről beszélt a, Jeremiás könyvében Jeremiás, és azt mondta, hogy azon a napon levágatnak a föld egyik szélétől a föld másik szélig ez a hadsereg, ez a nagy hadsereg, és azt mondja, hogy össze tudják hordani őket, olyan sok lesz a számuk, és azt mondja, el sem temettetnek, mert olyanok lesznek a föld színén, mint a ganéi. Tehát ezért hívja egybe ez az angyal a madarakat, hogy, hogy, hogy egyenek hogy tüntessék el ezeket a holtesteket, mert nincs energiájuk az embereknek ezeket eltemetni sem. És utána úgy fejeződik be, hogy, hogy, meg, hogy, a, hogy megfogatott a fenevad, tehát az Antikrisztus kód nevű férfi, ember, és vele együtt a hamis proféta, és aki a csodákat tette, amelyekkel elhitette azokat a fenevad bélyegét, hogy felvegyék, és akik, nem, és akik imádták annak a képét, látjátok, a bélyeg felvevés és az imádás az összefügg. Most csak annyit az oltásról, hogy itt nem kell neked senkit se imádnod. Tehát, tehát attól, hogy beoltat, be, ha, ha regisztrálsz. Tehát, tehát ez nem az. És azt mondja, hogy, hogy felvették a bélyegét, és akik imádták annak a képét ők ketten eleven a kénköves tűzbe, tóba vettetnek. Mit jelent ez? Azt, hogy amikor visszajön Jézus Krisztus, akkor nem csak az fog, gondoljátok el azt az erőt, azt a hatalmat, amivel rendelkezik. Gondoljátok el, hogy, hogy a Názáreti Jézus, amikor visszajön, akkor a a levélben, a 2 kettő 2 kettőben azt olvassuk, hogy amikor visszajön Jézus, akkor itt lesz ugye ez az Antikrisztus kódnevű valaki, akiről azt mondja Isten igéje, hogy a sátánnak az összes erejével lesz felruházva. Azt mondja, az eljövetele a sátánnak az ereje által van. A hazugság minden hatalmával fog rendelkezni ez az ember, jelekkel és csodákkal. És azt olvassuk, hogy óriási nagy hatalommal, óriási nagy sátáni erővel, óriási hitetéssel, a hitetés jeleivel és csodáival. És figyeljetek, visszajön Jézus, és azt mondja Pálapostól a Tesszalonikai Levélben, hogy azt mondja, megjelenik az Úr, azt mondja, akit megemészt az Úr az ő szájának a lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének a feltűnésével. Tehát ez a második eljövetel, hogy, hogy ez, a, ez a, a, nemzetek, akik összegyűlnek, az a nagy hadsereg, kijön Jézus szájából az Istenek az igéje, az ítéletnek az igéje, és abban a pillanatban megsemmisül az egész antikristusi hadsereg. Milliós nagyságú, több, több tízmilliós vagy százmilliós ilyen, ilyen nemzeti hadserege. És utána azt olvassuk, azt mondja Pálapostól, hogy ahogy kimondja ezt a szót, kimondja a szavait, akkor ahogy lehel egyet, csak annyit csinál, hogy hú, megérkeztem. És ezzel, hogy ezt kimondja, vagy lehel egyet, az Antikrisztus kódnevű valaki egy pillanat alatt pedig a sátánnak az összes ereje, hatalma, hazugság minden hatalma, a sátánnak az ereje, jelek és csodák és mindenféle hittetés dolgok egy pillanat alatt vége lesz az Antikrisztusnak. Tehát akkor nem mondjátok nekem azt, hogy a sátánnak van olyan ereje, mint Istennek. Tehát semmi, nem is lehet. Tehát a sátának a legnagyobb erejé, a, erejével szemben csak Jézus Krisztus csak lehel egyet. Nem is kell, nem, nem is kell megfognia se, csak annyit csinál, hogy hú, és ennyi volt az Antikrisztusnak, pedig a sátánnak az egész hatalmát és erejét e, hordta magán. Óriási, óriási. És ez, ez a názareti Jézus Krisztusnak a hatalma. És mondok nektek valamit: hogy Jézus Krisztus azt, hogy odaadta nekünk a nevének a használatát, hogy ez a hatalom ebben a névben. Ha használod ezt a nevet, akkor ez a hatalom ugyanúgy a név használata által tönkre zúzza a sátának az erejét, a betegségeknek az erejét, az átkoknak az erejét, a démonoknak az ellenállását az életedbe. Mert ez a hatalom, ez most is ott van Jézus Krisztuson. Ővé minden hatalom menjen és földön azt mondta. És ez a hatalom most is az ő nevében van vagyis ő benne van, de a nevét használva ez a hatalom tud, te érted, és én értem. Elindulni, és működni, és lerombolni az ördögnek a munkáit. Tehát nagyon nagy dolog ez, és, és, és én ezzel szeretném befejezni, hogy, hogy ezt kívánom az életetekbe, hogy ez a hatalom mennyi atyám kérlek hogy jöjj a hallgatóknak, a nézőknek az életébe, családjába, otthonába, munkájába, tevékenységeibe, egészségébe, és minden területen az életükbe, kérlek tégedet, hogy ez a hatalom, amivel most rendelkezik a názáreti Jézus, hogy te felültetted a jobbodra minden gonosz lény fölé, mindenek fölé, minden hatalmasság, fejedelemség, név, erő, trón fölé felültetted. Ez a, a benne levő hatalom és erő, kérlek tégedet, hogy ez az, az ő életükre, a hallgatóknak az életükre, családjára, egészségükre, minden területére ad meg, hogy működjön az életükbe. Hogy amikor Jézus Krisztusnak a nevével nevét kimondják, és Jézus Krisztusnak a nevében imádkoznak hozzád, akkor add meg nekik a kérésüket, ahogy Jézus mondta, hogy kérjetek az én nevemben, és megadja nektek az atya, kérlek, Uram, hogy ezt megtapasztalják a hallgatók. Add meg, hogy amikor a te nevedet használva ellenállnak az ördögnek, akkor ez a névben levő hatalom megnyilvánuljon, és lerombolja az ördögnek a munkáit az életükbe. És add meg, hogy felszabaduljanak az ördögnek a hatásai, nyomásai, alól, és add meg, hogy, hogy, egészségesek legyenek, hogy a betegségek eltűnjenek az életükről. Add meg, kérünk a Jézus nevében, hogy bölcsességünk legyen az, az utolsó időkben, hogy a te bölcsességed jöjjön az életünkre, látásod jöjjön az életünkre, hogy észrevegyük a jeleket, meglássuk az időknek a jeleit, és értelmezni tudjuk azokat, és add meg, hogy felkészüljünk a Te veled való találkozásra, mert úr, Te olyan Isten vagy, Te olyan személy vagy, hogy azt, mond, azt mondják rólad, hogy kicsoda állhat meg a Te búsulásod előtt. Urunk köszönjük, hogy kiválasztottál a kegyelem ed edényeinek bennünket, hogy nem a haragod és nem a búsulásodra szánsz bennünket, és azért nagyon hálásak vagyunk neked, és kérünk, tarts meg bennünket, és úrunk, mi meg oda szánjuk magunkat, hogy engedelmeskedjünk neked, és te neked éljünk, és engedelmeskedjünk az, a te igédnek, és megtisztítsuk magunkat a reménységünk által, a te dicsőségedre, a te veled való találkozásra, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok, az Istenek a gazdag áldását kívánom az életetekre. Sziasztok!